Zenével köszöntötték a résztvevőket a Nemzetiségek adventi gála műsorán Dombóváron. Az Apáczai Csere János szakközépiskolába a német, a roma, az örmény és a horvát nemzetiségek képviselői és tagjai érkeztek. Díszvendégként vett részt az ünnepségen Drágó Horvát. Horvátország pécsi főkonzulja köszöntőiben elmondta, fontos, hogy egy ilyen rendezvényen is közelebb kerüljenek egymáshoz a különböző nemzetiségek. Horvátországban is kiemelkedő ünnep az adventi időszak. Mivel az ünnepkör nálunk fontos hagyomány, nagyon örülök annak, hogy ezt a rendezvényt a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szervezi itt Magyarországon. Megtiszteltetés és öröm számomra, hogy ezen a gyönyörű eseményen itt lehetek. Még soha nem volt ilyen fontos az összetartás, az egyirányú gondolkodás, mint jelen esetben. Ezt már Fehérvári Tamás mondta beszédében, utalva a kettős ünnepnapra, hiszen a kisebbségek napja alkalmából rendezték meg a karácsonyváró eseményt. A Tolna megyei önkormányzat elnöke kiemelte, Magyarország számára nagyon fontosak a kisebbségek. Magyarország is nagyon sokat küzd külföldön a magyar nemzetiségért, tehát az azt jelenti, hogy szeretnénk egy olyan Európát, ahol mindenki megtalálja maga lehetőségeit, mindenki együtt tud élni anyaországbélivel, idegenbe szakadtal és a többi. Tehát tulajdonképpen egy nagyon-nagyon fontos feladat ez. A gálán elhangzott, fontos, hogy két ilyen meghatározó ünnepet együtt töltsenek a nemzetiségek tagjai. Cél, hogy minél közelebbről megismerkedjenek egymással a kisebbségiek.